Borostyánlevelek. Forgott vele a világ, ahogy belépett a házba. Addigra már teljesen kiszállt belőle a kórházban kapott nyugtató minden jótékony hatása. Nem értette, miért történik mindez, nem értette, hogy kerül ő ebbe az egész szürreális történetbe. Hány inger kerülgette, de csak öklendezett az idegességtől. Nézegette karján a friss tetoválást, majd összeszorult a gyomra. Ekkor odament a konyhaszekrényhez, majd némi keresgélés után egy üvegbort talált. Szerencsétlenkedve bontotta fel az üveget, ahogy reszketett, még az ujjait is megsértette a dugóhúzóval. Végül sikerült kinyitnia, majd közvetlenül az üveget húzta meg. Várt valami megkönnyebbülést, azt a jóleső érzést, ami olyankor járta át, mikor közösen megittak egy-egy pohár bort, de az most nem jött el. Végül odament a gyógyszeres szekrényhez, és kotorászott benne. Kivette egy dobozt, melyre nyugtató volt írva. Nem is emlékezett rá, hogy tartottak volna otthon ilyet, a doboz látszólag még teljesen tele volt. A leírás szerint 50 darab volt benne. Kinyitotta, majd tenyerébe vett belőle egyet. Az a pillanat jutott eszébe, amikor John homlokon csókolta a legelső közös erdei útjuk végén. Bekapta a gyógyszert, majd divott rá egy kortybort. Kivett még egy szemet, majd arra a bizonyos első csókra gondolt, amit a gálahalban kapott, egy szerencsétlennek tűnő véletlen okán. Ezt a tablettát is egy kortyborral öblítette le. A következőnél felidézte, hogy John először csókolta meg hosszas szemezés után, amikor a sziklán ült. Ezt is egy kortybor követte. Már a doboz felén is túl volt, mikor John kutyája nyüsszítve kuporodott oda a lába mellé. Lenézett rá, és szívből megsajnálta. Tudom, Suzy, nekem is rettenetesen. Legugolt a kutya mellé, majd szorosan átölelte. Aztán felállt, ordítani akart, de nem jött ki hang a torkán, csak a fullasztó sírás kapta el. A dobozt a maradék gyógyszerrel hozzávágta a falhoz, majd zokogva magába roskadt. Aztán ismét ránézett a kutyára, és megpróbált valami értelmes döntést hozni. Félig volt már csak magánál a kimerültségtől. Fátyolos szemmel botorkált oda táskájához, majd előkotorta belőle a telefonját. Megnyitotta benne John telefonjának megosztott névjegyzékét, majd bönkészni kezdte. Úgy gondolta, az első ismerős nevet felhívja. Rövid időn belül Dennis számát szúrta ki, majd azonnal tárcsázta. A telefon alig csöröghetett ki, szinte rögtön felvették, meg sem várta, hogy az illető beleszóljon, elhaló hangon kezdte. Szia, Danny, Vinka vagyok. Bocs, hogy csak így John telefonjáról volt meg a számod. Úristen, Vinka, mi van veled? Hogy van John? A hírekből értesültünk. Danny, John nincs jól, én pedig... Vinka, mi van veled? Te jól vagy? Nem, nem egészen. Hol vagy most? Itthon, John házában. Várj, ne csinálj semmit, fél órán belül ott vagyok. Azzal megszakította a hívást. Danny valóban fél órán belül már a ház ajtaján kopogott, s minthogy nyitva volt, azonnal be is lépett. Ott találta Vinkát a konyha kövén gubbasztva, kisírt szemekkel, ölében a kutya fejével, amit éppen simogatott. Villámgyorsan felmérte a helyzetet, megtalálta az üvegbort, majd a szétszóródott tablettákat. Őrült módjára kezdte keresni a dobozát, majd ahogy az is meglett, gyorsan átnézte, hogy mi volt benne. Jól van, állapította meg félhangosan maga elé dünnyögve. Azzal Vinkát felszedte a földről, és a kanapéra fektette. Vinka, figyelj rám! Én nagyon szívesen itt maradnék veled, ameddig csak kell, de sajnos hamarosan el kell mennem. Viszont nem hagyhatlak így itt. Felhívom neked Katie-t, hogy vigyázzon rád. Hallasz? Jó lesz így? Vinka kifejezéstelen arccal némán bólintott. Azzal Danny már is tárcsázott, röviden vázolta a helyzetet telefonon keresztül, majd letette. Katie hamarosan idejön, addig itt maradok veled,
De nekem nehogy valami hülyeséget csinálj, kis csaj, világos? Igen, válaszolta halkan Vinka. Remek, és hogy van John, mi van most vele? Vinka szeme ismét könyvbe lábadt, Danny sietve hozott neki egy pohár hideg vizet, felültette, majd kicsit megnyugodva kezdte elmagyarázni, hogy melyik kórházban és milyen állapotban van. Alig ért a végére, már zokogásban tört ki. Danny elképedve hallgatta a lesújtó hírt. A hírekből értesültünk róla, hogy mi történt. Annyira aggódtunk, értetek. Ezek szerint nem alaptalanul, fűzte hozzá keserűen. Ne aggódj, próbálta magát erősnek mutatni, és ezzel Vinkát is vigasztalni. John erős, nem csak fizikailag. Meg fogja csinálni, rendbe fog jönni. Csak ezen az éjszakán legyünk túl. Erre Vinka ismét zokogásban tört ki. A tetteseket viszont már nagy erőkkel keresik, nyugtatta őt ismét Danny. Valóságos hajtóvadászat indult ellenük. A ti információitok nyomán indultak el, azóta napi szinten benne vannak a hírekben. Volt ott minden, kábítószer, sikkasztás, és nem utolsó sorban a környezetvédelmi rendelkezések teljes mértékű áthágása. Ebben a pillanatban egy autó fékezett le a ház mellett, majd fél perccel később heves kopogás következett. Danny rohant oda ajtót nyitni, Kéti érkezett meg. Gyorsan üdvözölték egymást, Danny röviden vázolta a helyzetet, a nő döbbenten hallgatta. Jól van, nekem most el kell mennem, de bármi van, hívjatok azonnal és jövök, köszönt el Danny, majd Vinkára még ránézett, adott neki egy puszit, és az ajtó felé indult. Vinka bágyattan szólt utána. Danny, nagyon köszönök mindent. Nem kell hálálkodnod, csak nyugodj meg, kérlek, túl fogja élni, bíz benne. Azzal távozott. Vinkában innentől ez az utolsó mondat tartotta csak a lelket. Bíz benne. Igen, benne mindig megbízhatott, így vagy úgy, de mindig tartotta a szavát. Ha nem sikerült azonnal, akkor keresett rá módot, hogy bepótolja később. Talán valahogy. Most is így lesz, és nem hagyja el őt így. Szépen lassan Vinka valóban összeszedte magát, már kezdett megnyugodni. Eligazítása segítségével Kéti főzött maguknak egy erős teját. Ettől aztán tényleg úgy érezte, lassan visszatér belé az élet, gondolatai kezdtek kitisztulni. Kétivel hosszú beszélgetésbe kezdtek, amennyire a körülmények engedték, nagyon kellemesen érezte magát együtt a két hölgy. Elmesélte neki a délután templomban tett különös látogatását is, melyre Kéti bizalmasan bólintott, és bíztatta, hogy egy közös imádsággal fohászkodjanak John felépüléséért.